Sziasztok! Lekonom vagyok, és ez itt a Two Point Hospital Pebbly Island 20. része. Ez az előző részben belekezdtem ebbe a DLC-be. Hát érdekes betegségek vannak már itt az elején, hogy ilyen pofátlanság, meg mi volt, hát ugye a leégett ember, meg a karolábé fülű. Amúgy, hát nem tudom miért, de a pszichológushoz ment. Végül az a karolábé fülű. Na nézzük akkor, mi lesz a következő. Az, hogy O.E. Grot. Ami nézem, ez ami eléggé dzsungeles pálya lehet majd. Üdvözlök O.E. Grotba, ez egy... Az emberek itt a dzsungelben éltek, és számítottak az útra. Azt mondja, hogy figyeljünk ki a fákra, vagy nem tudom, hogy most meg fognak támadni a fák, mik lesznek entek. Azt mondja, hogy meg kell gyógyítanom elsőnek is 10 páciens, és akkor nyithatják meg így az első csillagot, és akkor értem el az első csillagot. Köszönöm sok sikert, és figyel arra, mert a fák figyelnek. Micsoda? Wow, ilyet még nem láttam, hogy... Várjunk csak, akkor a dzsungel kellős közepén nincsen semmi ízé, csak... Well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. Igen, azok után majd meg se lepődök amúgy, hogy volt már kutya, most még papagáj. Hát... gorilla embert nem hiszem, hogy szívesen látnék. Vagy kígyó ember, vagy nem tudom, hogy így... Öcsém... Na nézzük akkor, hogyan kell haladni. Azt mondja, erre kéne haladni, mert ez a második. Meg kell gyógyítani 10 beteget.
Más csak lot 3-hoz, mert a környékbeit kell megoldani, akkor ezzel kell kezdeni. És a termál komfortot, azaz a ilyen légkondit kell beépíteni. De most... Minden cucca csak így lebaszok a földre. Ezek szerint itt nem lesz semmilyen fal vagy valami, csak így a föld. Maga hát ez egy durva. Meg kell diagnosztizálni 30 embert. Ez ugye ezekkel lehet inkább a diagnózis, a kardiológiával, meg X-ray-el, fluid analysis-a ezeket, illetve diagnosztizálni. Na csak ki tudom mondani jól. Kórház attraktivitást 75%-ra emelni, 12 szemet elfogni, 15 doktor kell felvenni, szóval 7 darab GP's office-nak kell lennem, hát az általában úgyis mindig van vagy 20. El kell indítani marketing kampány 10 hónappal, 10 gépet kell felfejlesztenem. Mik vannak még itt? Két marketing kampány, kórházérték 500 ezer. Csém, minden van itt. Kaffét is kell csinálni. 25. Bazd meg. Ez tök kemény. Fel kell áldozni 30 beteget? Szóval 30 betegennek meg kell halnia. Hát végül is az talán könnyebben fog menni. 10 beteget kell meggyújtani. 100 nap halál nélkül. Na ez mondjuk nehéz lesz. 60 szemetet kell szedni. 85. Ó, te jó. Itt minden van amúgy, ami az eddigi pályákon volt ilyen elvárás, itt mindegyikből van valami. Hűs, mi az, le kell hűsíteni a kórházat, hogy hideg legyen, trénelni kell, mindent itt el kell érni. Hát ez egy kihívás lesz, úgy érzem. Ez egy kihívás lesz. Na, de akkor vágjunk bele és nézzük meg, hogy elsőnek hogyan gyújtom meg ezt a papagáj embert. No, csak megölt a 3 csillag, megnézem. Itt igazából nincs olyan elváros ugye, hogy második csillagra, vagy a követé, meg harmadik csillagra. Ugyanazt kell megcsinálni. Csak az a gond ez a pálya, hogy eléggé. Az elején egyszerűen tűnt, de nem. Nem, de nem annyira egyszerű. Töcsém, ez az award season, még megtalálom. Na, szóval, a pálya, hát az a lényeg, hogy ugye az elején rá kell menni arra, az olyan helyeket kiválasztani, mert ugye ilyen objektívek vannak, csak ahol ülhet, megvásárol egy adott területet, hogyha kész van a teljesítmény, akkor egyből megnyílik. Ezért olyat célszerű választom az elején, hogy ilyen gyógyítsa 10 beteget, diagnosztizálj 20 beteget, ez még így belefér. Ezek az ilyen könnyűek, és úgy lehet itt tovább haladni. És úgy haladtam tovább. Vagy például olyan, hogy escape room, azt például nem váljátok el, mert azt ki kell kutatni idejük. És pluszban még azt célszerű választani, kettő darab olyan hely van, amit úgy lehet haladni, hogy trénelni kell, azaz itt tanítani dolgozókat itt. Az egyiknél 10-et, a másiknél 25-et, és így ha felveszünk 2-t, maximum 3-at lehet így felvenni. És hogyha felveszünk 2-t,
akkor ugye mindkettőnek számolja, úgyhogy így szerző, hogy egyszerre. Kettő olyan van ugye, amit így tanítani kell, kettő olyan, amit promotálni, azaz így promót abból áll, ugye, hogy így van-e a doktorunk, és akkor így a tapasztalatot szerez. Például itt írja, hogy neki már lehet, mert itt írja. És miután ezt kitanítottam, akkor kér egy előléptetést, hogy ugye többet tanulhasson. És akkor úgy számít a promót, szerintem azt már mondtam egyszer. Annyi, hogy nagyon be kell osztani a helyet. Itt például van nekem ez a hospital attractiveness, ez az a kórház attraktivitás 70%-ra kell menni. Ez olyan kurva szar helyen van, mert az egy pont jó lenne. Meg itt van egy ilyen nagy üres teret, amit ami nem számít objektívnek, szóval az csak ott van. Nagyon nehezek mondjuk, ez is például a gyógyítása 80%-ra, ezeket később érdemes kiválasztani. Még ezt is, hogy research point, kettő ilyen researches van, hogy 1000 pontot kell érni a researchbe, minden. Mondjuk ez a szerintem a legnehezebb, hogy 100 nap halál nélkül. Ez mondjuk rohadtul nehéz tűnik nekem. Kár, hogy nem úgy rakták, hogy oda hátulra, de hát ez a kihívás. Ez a pálya erről szól, hogy így kihívás. Egész egy nagy dzsungel, és akkor... Valaki úgy oldja meg, hogy a testet. Ez a epidemic has broken out in Two Point County. Hospitals are doing what they can, but, you know, maybe you should panic. Sziklák, amiket nem lehet leszedni. Zavaros. Több úgy jól építkezni. A szobákból, hát egyelőre farmasziból is kell még egy. Most meg is építem. Ide. Szobákból, hát farmasziból kell kettő, diagnoszisból, meg kardiológiában három. Három kötelező, pszichiátriából minimum négy, de akár több is kell. Aztán ezt a háromat nem is csináltam még, de majd kell lesz. DNS laborból három minimum, kell ilyen Deluxe Clinic, egy Pans Lab, Clown Clinic, kronoterápia, Rapture World, Pest Control, Surgery, Head Office, Shock Clinic, Resolution Lab. Szinte minden kell, ilyen, ami az alapjátékban van, igazából abból minden kell, szinte csak a kriptológia nem. Olyan még nem jött, de szerintem majd ez is kell. Ilyen recurver se kell, meg egy identification kell, meg ez az új szoba, ez az escape room. Mivel az új betegség, az ilyen Indiana Jones-nak képzelő magát, mondjuk, hogy valami ilyesmi lesz. Jelenleg upgrade ott van. Na, fejleszünk gyorsabban. Kitanultam itt a technológiából azt, hogy a harmadik szinten is lehet építeni. És hogy igazából a jutalmak, azok ők is végig a végigért a szörű jutalmakat. Igen, kaptam ilyen Pinkbird-ot, Flamingo-t, jó kis dísznek kirakni. Meg ezt a poszter kaptam, ami ide illik ebbe a szobába. Na de nézzük, hogy milyen a felfejlet, hogy faszott nagy területet foglal ez a... Nagyon nagy hely kell ez a szobához. Ez a legnagyobb gép eddig, amit valahol láttam. Na. Akkor így elkezdik magától leszedni. Vagy például egy olyan, amihez
kötelező a 25 darab ilyen slot, hely. Not secure if you're hooked up to any equipment right now. Quick conditions for reanimating mining monsters assembled from body parts. És úgy van amúgy, hogy ugye az első csillaghoz, hogy elérjük, kell hozzá 10 darab ilyen helyet. Ha a másodikhoz 15-öt kell, vagy 20-t, nem 15-öt, a harmadik csillaghoz meg 25-öt. És alapból összesen 32 terület van, 32 terület közül, elég, hogy 25-öt megcsinálok, a többi az nem lényeg. Azért én megpróbálom megcsinálni a többit is valahogy. Szerintem van arra egy acs is, hogy meg kell csinálni az összeset, nem tudom. Majd azt én időben megcsinálom azért. Kész a lomba a fejlesztés? Öcsém, hát milyen most a dolgozóim vannak. Új doktorból, meg minden, hát 35 doktor. Hát nagyjából így, de szerintem felviszem ezt 40 doktorra, 30 nőjére, meg 30-40 darabból takarítóra. Arra kell figyelni nagyon, hogy szoktak elmondjázni fájás viharok, és van olyan vihar például, ami ilyen tüzet így úgymond belecsap a földbe, és akkor ilyen tüzet vagy maga után. Erre kellnek ezek a tűzoltókészülékek. Ezért én azt csináltam, hogy nem úgy csinálom, hogy szabályba rakom, mert minden egyes szabályba rakok egyet, de ugye miután egyszer használják, akkor elveszik. Ezért úgy csinálom, hogy egy helyre gyűjtöm az összeset, és akkor majd takarítókészen leszik, és akkor annak ide ne kelljen összeször rohangálni. Úgyhogy egy helyre így fókuszálom a tűzoltókészüléket. Erre meg kell figyelni, mivel hogyha a tűz keletkezik egy szobába, akkor addig nem fogják használni azt az adott szobát. Na készen van? Én is így. Nézzük akkor a gyógyítást. Itt is van az első jelentkező. Indiana Jones. Itt ilyen Indiana Jones szindrómába szerintem benne. Nézzük. Felkészülünk. Elnyerték. Sát is öltöztették. Nem tudom mi van ott lent, de... Lehet, hogy egy ruhatáról ott lent. Érdekes kis gyógyítás. Úgy gyógyított ki Indiana Jones-t, hogy még kell szembenni a kaland parkon, meg ilyen. Jó, jó egy szerkezet, azt meg kell hagyni. Jó, hogy tetszik. Már én csak még ezért kaptam ilyen torcsot, azt hiszem. Azt hiszem ebben lehet belerakni. Csak. Igen, egy ilyen torcsot kaptam még jutalmul a harmadik csillaghoz. Fákját. Itt ilyet lehet berakni, egy ilyen kis térképet, ilyen dísznek, dobozt, meg ilyen puskát. Úgyhogy igazából ennyi, új betegséget még nem találtam. Ja, meg igen, hát igen, itt a papagáj. Ez új, két új betegség a papagáj. Ők pszichológushoz mennek. Kirk saying this radio booth is airtight. I'm hearing there's a new epidemic going around. This hypochondriac didn't leave the station till they find a cure, which means more music like this.
mumiát mondjuk nem ott kezelik, de oda is megy. Mondjuk a papagájt úgy. Ja, már indul sok pszichiátriára. És csak annyi, hogy átöltözik. Úgyhogy úgy gyógyítják ki. De mondjuk ez izgalmas szerintem ez az Indiana Jones-os gyógyítás. Ez tök menő. Indiana Jones-nak képzelj magát. Mégis így jobb, mint hogyha a pszichológus, vagy mi az a pszichiátriára menni, és csak úgy átöltözne. Ami nem izgi, ez így jobb, hogy így kitalálták. Ez tök menő. Az igen, hogy Donald Trump lett be ő. Hát igazából ennyit tudtam mutatni ez a pályán. Érdekes, van benne kihívás bőven. GP's Office-ból is kell amúgy rengeteg. Például az egyik olyan hely mondja, hogy kell neki 10 darab, vagy 12 darab GP's Office. Hát azt pedig ugye meg fogjuk tudni csinálni, mert a GP's Office-ból mindig sok helyet. Megint a villámok belecsaptak. Úgyhogy igazából ennyi. Érdekes, amúgy azt mondtam észre, hogy ugye van ez az adott terület, és akkor rajta azon kívül nem lehet képítkezni, csak ezen a kavicsos jelölésen belül. És az ajtót se lehet arra fordítani, mert az már nem arra van. A betegek amúgy nem is tudom, hogy honnan jönnek, de néha innen, földutokon, repülővel, messze-vissza igazából. Ez nagyon kemény, ami ez a pálya, jól kitalálták, tetszik. Olyan... Ugye megszoktam azt, hogy mindig úgy van, hogy egy csillaghoz van egy adott feltétel, 3-4 darab feltétel, és csak úgy adja meg a csillagot. Itt meg csak úgy, hogy csináld meg a területeket. És akkor azok külön csillagok. Igaz, hogy sokkal nehezebb, mert nagyobb az elvárás, de szerintem teljesítettő. Mert amúgy az feladja a kihívást azért. Tetszik. Úgyhogy, hát erről ennyit el a pályáról, amit tudtam, remélem, tudtam segíteni. Ha egyéb kérdés van, akkor szívesen válaszolok. Persze, azért vagyok, hogy segítsek, ugye. Úgyhogy innen fogom folytatni a következő pályán. Egyben az utolsó is, ebben az DLC-ben. Úgyhogy akinek tetszett a videó, az a like-ot, vagy a kérdés felé, és találkozunk a következő részben. Addig is, szépen!